Mai vendégünk Szőinyi Kovács Róza, a Kovács Tehetségfond szakmai vezetője. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen a lehetőséget, a meghívást. A városban az egyik tehetségpont a Kovács Mihály tagiskolában működik. Milyen területekre vannak specializálódva, mit lehet erről tudnunk? Matematikai logika területét vállaltuk föl, illetve a természettudományos nevelésre helyezzük a hangsúlyt. Melyik a speciálisabb terület, melyik a népszerűbb, melyik ölel föl több gyerkőcöt, hogyha lehet így megkérdezni? Én azt hiszem, hogy mindegyik a maga módján már kivívta a maga helyét. Matematikában úgynevezett töprengő köröket működtetünk, elsőtől nyolcadikig évfolyam szinten, és igen nagy az érdeklődés alsó tagozatban is, de a felsősök körében is. Itt játékos formában zajlanak fejlesztések, a kolléganők, akik ezeket a köröket vezetik, nagyon sok játékot használnak, pályázatokból sikerült eszközöket vásárolnunk, amiket a gyerekek nagyon szívesen használnak. Élvezett látni, amikor még a nyolcadikosok is olyan örömmel játszanak ezekkel az eszközökkel, vagy egy-egy bemutató alkalmával felnőttek is szívesen kipróbálják ezeket. A természettudományos tárgyakhoz, biológiához, fizikához, kémiához és földrajzhoz kapcsolódunk. Felsőben nyilván itt már kevesebb gyerekből kerülhetnek ki az érdeklődők, de azért nem panaszkodom, mert ebben az évben például 18 gyerek választotta a fizika tehetséggondozókört nálam. Ez rekordszámnak minősül. Nem jellemző, hogy a gyermekek annyira szeretik, vagy hogy kirívó szerintem, tehát. Sajnos ez így igaz, nem a kedvenc tárgyak között vannak. Van a fizika, de mondjuk a többi természettudomány sincs annyira a kedvencek között mostanában. Azon is munkálkodunk, hogy egy kicsit megszerettessük, ne idegenkedjenek annyira, hisz a környezetünkben lévő jelenségek megértése nagyon fontos, hogy elfogadják, és annak a környezetért tegyenek a gyerekek majd gyerekként is, meg felnőttként is. Ezeken a foglalkozásokon erre is szeretnénk ráirányítani a figyelmüket. Fizikában például nagyon sokat kísérletezünk, azaz, ami gondolom vonza a gyerekeket, mert azért szeretnek varázsolgatni. Tartottunk decemberben egy kísérleti bemutatót, amire meghívtuk a iskola többi diákját, szülőket is. Nagy örömünkre szolgált, hogy igen, sokan eljöttek, megnézték a gyerekek bemutatóját. Élmény volt látni, ahogy kísérleteztek a gyerekek, olyan aranyosak voltak. Említette, hogy manapság nem népszerűek ezek a tantárgyak. Mi lehet ennek az oka? Mondjuk én úgy emlékszem, akkor sem volt túl népszerű, mikor én voltam iskolás, bár akkor még azért úgy lehetett jónak lenni általános iskolába ezekből a tantárgyakból. Ez egy nagyon összetett dolog, a szakemberek is évek óta próbálják a megoldást megtalálni, és ehhez nyilván a különböző elemzéseket elvégezni. Sok összetevőjű. Például nagyon sok az előítélet. Sokszor anyukák azzal jönnek, hogy hát én se tudtam annak idején, akkor a gyerek már eleve úgy jön, hogy anyukám azt mondta, hogy ez szörnyű, és ő sem tudta, és akkor már ő biztos nem fogja a gyerek sem tudni. A másik dolog, nagyon lecsökkent az óraszáma ezeknek a tantárgyaknak, és kevés óraszámban nehezebb a játékosabb, bemutatóbb foglalkozásokat tartani. Ez mit jelent, ilyen heti egy-két óra, vagy lehet így átlagolni? Így van. Most a mi iskolánkban, hetedikben is, nyolcadikban is heti másfél óra van. Ez azt jelenti, hogy egyik héten egy, másik héten két órájuk van, de például volt olyan év, amikor heti egy órája volt egy-egy évfolyamnak. Tehát ez nagyon kevés. Egy óra kimarad, ünnepség, szünet, akármi miatt van, úgyhogy két-három hétig esetleg nem találkozunk a gyerekekkel, mindent elfelejtenek, tehát ezek a heti egy órás tárgyak nem igazából hatékonyak. Ugye van egy könyv, mondjuk fizikából is, földrajzból is, biológiából is, ugye azt mondta, hogy lecsökkentek az óraszámok, be lehet normál tempóban haladva fejezni egy-egy könyvet egy-egy tantárgyból, tehát a tananyagot, vagy...
vagy össze kell sűríteni, és ez is oka lehet annak, hogy nem annyira közkedveltek ezek a tantárgyak. Megint csak sokoldalú a dolog. A hetedikes anyag abban a könyvben, amit mi használunk, olyan sok, hogy képtelenség normálisan befejezni. Főleg így, hogy hetedikben kezdik el ezeket a tantárgyakat tanulni a gyerekek, ugyanis akkor, amikor mi már hatodikban elkezdtük a fizikát, akkor megtanultuk, hogy hogyan kell kísérletezni, hogy hogyan kell megfigyeléseket végezni, azokról egy rövidke kis emlékeztetőt, feljegyzést, vagy akár rajzolt táblázatot készíteni, és akkor sokkal könnyebben boldogultunk már hetedik osztályban. Most ezeket a dolgokat hetedikben kell elkezdeni, megtanítani őket, kísérletezni, stb. Tehát jó néhány óra eltelik arra, hogy megtanuljanak fegyelmezetten kísérletezni, mert azért ezekhez az eszközökhez nyílt lánggal dolgozunk időnként, bármilyen olyan eszköz, amit a kezükbe adunk, az jó lenne, ha épségben megmaradna. Tehát ezekhez egy kicsit nagyobb fegyelem kell, mint amivel sokszor viseltetnek a gyerekek. A tehetséggondozás terén a központi általános iskola másik két tagintézményével mennyire tudnak együtt dolgozni? Van-e közös munka? Próbálkozom, természetesen, mint minden új dolog, egy kicsit zökkenőkkel megy. Legalábbis én így érzem, szeretném, hogyha ez még kiteljesedne jobban. Minden egyes rendezvényre, amit szervezünk, küldök a tagiskoláknak is meghívókat, és örömömre szolgál, hogy azért vannak érdeklődők. Fél évig dolgoztam a kiskulcsosi tagiskolában, és úgy gondolom, hogy az is sokat jelentett, hogy személyes kapcsolatom volt az ottani 7-es, 8-os diákokkal, és több tehetségpontos rendezvényre el is jöttek, és ügyesen is szerepeltek a gyerekek. Sok-e a tehetséges gyerkőc az önök intézményében? Vannak, és vannak igen tehetséges gyerekek is. Néhányan sokoldalúak, még igazából most keresik az utat, hogy mi az, amin majd érdemes lesz tovább menni, de ez így nagyon jó. Legyen minél több rétű az érdeklődésük, és akkor majd ebből kialakul, hogy mi az, ami leginkább a jövőjüket meg fogja határozni. Ezek a gyerekek nagyon sok rendezvényen részt vesznek, sok versenyen, igen leterheltek. Van olyan, hogy egyik nap is, másik nap is, most például tegnap egy pénzzel kapcsolatos vetélkedőn vettek részt gyerekek, egy ötfős csapatunk képviselt bennünket Kecskeméten a regionális döntőn, és ebből a csapatból, az ötfőből hárman ma délután a fizika versenyen fognak indulni. Tehát ilyen szinten akkor április elején is lesz egy keddi napon egy fizika verseny, egy része a gyerekeknek szerdán megy egy matematika versenyre. De. Milyen eredmények születtek az elmúlt időszakban? Még igazából eredményekről nem szívesen. Még most indult be a versenyszezon. Igen, tehát még folyamatban vannak, de azért meg kell említeni a 5-eseknél Darok Illés nevét, aki legutóbb az Zrínyi Matematika Verseny megyei összesítésében 6. helyezést ért. Köszönjük szépen. Bízom benne, hogy lesz még majd szebb is ez az eredménye, de nagyon ügyes. Egyébként ő az, aki egy másik 5-es társával fizika körre is jár, és Illés már a 7-eseket, 8-osokat sokszor kenterbe veri egy probléma helyzet megoldásában, úgyhogy bízom benne, hogy majd sok szép eredményt sikerül vele elérni. Említette, hogy ugye, mikor már ez lemegy adásba, ez a műsorunk, már túl leszünk rajta, de most még úgy látom, hogy nagy izgalom van önben is, ugyanis, ha jól tudom, meg ugye említette is, hogy fizika versenyre készülnek. Ez milyen verseny lesz? Mit tudhatunk mindenről? Ez az országos fizika plusz verseny. 331 nevezés érkezett, 6., 7. és 8-osok számára is megrendezem. Mi az, hogy fizika plusz? Ennek története van. 15 éven keresztül ment a fizika próba verseny, és egy év kimaradt 2010-ben. Egy kicsit sokaltam a rengeteg
szervezéstől, akkor még nem voltak az iskolák létszámhoz kötve, tehát bárki bármennyi gyereket benevezhetett, és volt olyan, hogy 1500-1600 diákot kellett vendégül látni a megye különböző iskoláiban, és akkor azt mondtam, hogy ezt így tovább már nem tudjuk. A fő támogatóm a kedves férjem, és már túl nagy teher jutott rá is, meg nekem is sok volt. Anyagilag is, mert hogy ezen nem fizetnek nevezési díjat a gyerekek, de azért kapnak egy kis üdítőt, egy kis csokoládét, valami kis apróságot, meg névre szóló emléklapot is. Tehát ilyen méretekben ezt már nem lehetett kezelni, és akkor azt mondtam, hogy most egyelőre befejezem, egy kis pihenés kell. De 2011-ben a kollégák unszolására is, meg bennem is bennem volt egy olyan, hogy ezt nem lehet csak úgy abba hagyni, és akkor Fizika Plusz néven indítottam újra ezt a versenyt, annyi megkötéssel, hogy minden évfolyamon egy iskola maximum 3 főt nevezhet. Uh-huh. És akkor így jön össze ez a 331 gyerek, 28 település 50 iskolájából. Szegedtől 60-ig, Kisvárdán túl Ajak, a legkeletibb nyugatra Abony, tehát ebből a térségből jönnek össze. Vannak érdeklődők, Budapesten is lennének, akik, vagy Dunántúlon is, akár Pécsen is lenne olyan kollega, aki szívesen megrendezni ezeket a versenyeket, de úgy gondolom, hogy ez nekem így kezelhető, az meg már egy kicsit sok lenne. Nem biztos, hogy tudnám ugyanazokat a feltételeket ott is biztosítani, akkor meg már az úgy nem az igazi. Helyileg hol lesznek lebonyolítva ezek a versenyek? Milyen korcsoportokban, korosztályokban indulnak? Hogy ne kelljen sokat utazniuk a versenyzőknek, ezért Abátszalók, Túrkeve, Jászberény, Szolnok, Törökszentmiklós és Karcag helyszíneken zajlik. 12 és 14 éves korosztály, tehát 6. osztályosok, most éppen 78 6-os jelentkezett. Annak ellenére, hogy nem sok iskolában tanulnak 6-osok fizikát, annak ellenére mindig meghirdetem, egy kicsit úgy vagyok vele, hogy természetismeretből is tanulnak annyi fizika tartalmat, meg egy kicsit matematikával, logikával fűszerezve össze tudok állítani egy feladatsort, egy tesztet, hogy ők is már egy kicsit húzom előttük a mézes madzagot, ők is egy kicsit próbálkoznak. Ez nagyon szép szám, amit most mondott, hogy annyi 6-os attól függetlenül, hogy nem is tanulnak igazából még fizikát. Igen, az a kollégák lelkesedését dicséri, hogy azért próbálkoznak beszervezni. 7-esek a legaktívabbak, ők 132-en jelentkeztek, de a 8-osok száma 121, az is úgy gondolom, hogy jó. Ahhoz képest, hogy 8-osok már azért sok minden mással foglalkoznak. Sok sikert kívánunk ehhez a versenyhez. Köszönöm szépen. Ugye az iskoláknak, oktatási intézményeknek mindig egy nagy lehetősége az, hogy pályázatokon vesznek részt. A Kovács Mihály tagiskola mindig is élen járt a pályázatokba, legalábbis általában minden évben beszámolhattunk eddig egy-egy sikeres pályázatról. Most mik azok a pályázatok, amelyeken már túl vannak, amelynek már van látszata, eredménye? Sok pályázatunk volt. Két uniós pályázat már a fenntartási időszakában van, tehát második évve szervezzük azokat a programokat, amiket a pályázat keretében kitaláltunk. Ennek keretében mennek például ezek a tehetséggondozókörök, vagy az alsósoknak minden osztályban egy-egy játékóra, hogy egy kicsit szélesebb fejlesztést kaphassanak itt nagyon aranyos játékos formában. Egy kicsit a tananyaghoz is kötődően, de főleg a gyerekek életkori sajátosságaihoz, játékokhoz kötődve fejlesztik a kollégák a gyerekeket. Ezt már nagyon profi módon csinálják. A Nemzeti Tehetség program is sok pályázatot hirdetett meg, és szerencsére minden évben sikerült még az utóbbi időben egyet-egyet nyerni. Tavaly a fő eleme egy szolnoki erdei iskolai, egy ötnapos erdei iskolai program volt, amire 20 gyereket tudtunk elküldeni.
ebben az évben is egy hasonló jellegű pályázatot megírtam, még nem kaptam visszajelzést, most ha nyerünk, akkor megint csak 20 gyerek, két nevelővel a Hortobágyi Nemzeti Park erdei iskolájában fog 5 napot eltölteni, és ott fognak különböző vizsgálódásokat végezni. Tehát ez most a futópályázatuk? Ez egy beadott, még elbírálás alatt álló pályázat. Hát aztán, ami még szintén hozzám kapcsolódik, bár nem kifejezetten tehetségpontos pályázat, a Határtalanul a Bethlen Gábor alapkezelőnek van a hetedikesek számára meghirdetett pályázata, aminek az a célja, hogy a hetedikes gyerekeket magyar lakta, határon túli magyar lakta területekre juttassuk el. Most már mi az úti cél? Ugyanúgy, mint ahogy tavaly, ebben az évben is Délvidékre, Moravicára visszük a testvér településre, a gyerekeket már igen jó kapcsolat alakult ki velük, és beadtuk az új pályázatot is, és a következő évit is oda szeretnénk. Tehát mindig más-más gyerekcsoportot, de ugyanoda. Mi az, ami most dolgoznak? Ezeken dolgoznak, vagy van esetleg még valamilyen futópályázatuk? Hát most várom, lassacskán már visszajelzést kell kapnunk a tehetség tanács pályázatával kapcsolatban. Akkor, ha megkapjuk a lehetőséget, akkor már kezdenem kell annak a szervezését, mert ahhoz is kapcsolódik a tehetségnapi rendezvényünk. A Határtalanul pályázatnak az előkészítését lassan el kell kezdeni. Június első hetében utazik a mostani hetedikes csoport, tehát már az előkészítéseket lassan be kell iktatni. És mindig van valami újabb feladat. Most nem szándékozom újabb pályázatot. Ja, bocsánat, még van egy pedagógusoknak szóló pályázat is, amit nyertünk. Egy továbbképzési lehetőséget sikerült elnyerni a Nemzeti Tehetségtanács pályázatán keresztül. Tehát 25 pedagógusnak lesz a tanév végével egy 10 órás tehetséggondozáshoz kapcsolódó képzése. Ugye nagyon szép, hogy beszélgetünk ezekről a pályázatokról, de sokan nem tudják azt, hogy emögött micsoda energiák vannak megmozgatva. A nevelő testület vonatkozásában mit jelent egy-egy pályázat beindítása? Hát ez nagyon összetett dolog. Olyan, az a baj, hogy mindenkinek nagyon sok programja, elfoglaltsága van, és ezért kevésbé tudunk úgy működni, mint ahogy ideális lenne, hogy egy kis csoport rendszeresen leül, közösen átbeszélünk dolgokat, megtervezzük, és akkor több szem többet lát, mindig lehetne egy kicsit együtt gondolkozni. Ezért aztán nagyon sok mindent egyedül próbálok. Természetesen konzultálok a kollégákkal, meg időnként kérek tőlük segítséget, de olyan jó lenne, hogyha egy kicsit több időnk lenne mindannyiunknak, hogy közösen gondolkozzunk. Kevesebb felelősség, kevesebb teher lenne rajta. Tehát jó lenne, lenne egy kis tím, aki mondjuk ezzel így tudna van, külön így van. Foglalkozni. Akinek igen, ez több ideje lenne, ez lehetne a feladata, mert azért a napi egyéb más munkák mellett én sem szívesen terhelem még a kollégákat azzal, hogy na most hetente üljünk már le legalább egy óra hosszára, pedig sokszor olyan jó lenne, hogyha megoszthatnánk jobban a munkát. A közeljövőben, távlati jövőben vannak esetleg lehetőségek még pályázatok kapcsán? Mindig vannak gyerekeknek kiírt pályázatok is, helyek közel, pedagógusoknak is. Vagy mi az, amit szeretnének? Így kérdezem inkább. Hát most... most egyelőre nyugalmat. Nyugalmat, igen, inkább azt mondom, hogy nyugalmat. Most nem tervezem újabb. Ha most ez a pályázat sikeres lesz, ez a tehetséggondozó pályázat, akkor azzal is lesz egy csomó teendő, plusz még a futó, tehát már lefutott, de fenntartás alatt lévő pályázatoknak a
munkálatai azért elég sok feladatot jelentenek. Tehát ha valaki jön és azt mondja, hogy pályázzunk, és ő ezt vállalja és viszi, akkor én szívesen segítek, de most újabbat én nem szeretnék. Biztos, remélem legalábbis, hogy jövő tanévben is meghirdetik azokat, amiket most is meghirdettek és megpályáztunk, azokat nagyon szívesen, mert úgy gondolom, hogy ezek a pályázatok nagyon jól illeszkednek a mi koncepciónkhoz, a tehetséggondozás terén is, meg ez a határtalanul pályázat is a szívem csücske. Tehát én úgy gondolom, hogy a tavalyi kiutazó csoport is azt igazolta, hogy igen, szükség van arra, hogy ezek a gyerekek eljussanak a határon túlra, és fölvegyék a kapcsolatot az ott élő magyar gyerekekkel. Hihetetlen élmény volt a tavalyi hetedikeseknek, és én úgy gondolom, hogy ezt folytatni kell tovább. Tehát már ez a két pályázat nekem elég sok feladatot ad a többi más versenyekre készülés és egyebek mellett. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Sok sikert kívánunk mind a pályázatokhoz, a rendezvényekhez is, a versenyekhez is. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Köszönjük.